Megyei Jogúváros önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm valamennyiünket a Városi Pedagógus Napi ünnepségen. Rendhagyó időpontban, rendhagyó helyszínen, egy rendhagyó tanévvégén. Külön köszöntöm a Vasmegyei Kormányhivatal képviseletében dr. Kovács Györgyit, a Szombathelyi Járási Hivatal vezetőjét. Köszöntöm dr. Nemény András polgármester urat, alpolgármester urakat, Tanácsi Kapcsony, Tanácsnak urakat, Szombathelyi Megyei Jogúváros önkormányzatának képviselőit és a város aljegyzőjét. Köszöntöm Rettegi Attila urat, a Vasmegyei Szakképzési Centrum főigazgatóját. És Fodor István urat, a Szombathelyi Tankerületi Központ igazgatóját. Köszöntöm a megjelent intézményvezetőket, pedagógusokat, mindazokat, akik kitüntetést vehetnek át a mai napon, és valamennyi hozzátartozójukat, rendezvényünk valamennyi vendégét. Felkérem dr. Nemény András urat, Szombathelyi Megyei Jogúváros polgármesterét, hogy mondja el ünnepi köszöntő gondolatait. Tisztelt Szombathelyi! Noha még csak a fele telt el, de biztosan állíthatjuk, hogy 2020 egy rendhagyó év. Direkt nem a különleges szót használtam, hiszen annak inkább pozitív kicsengése van, de életünk nem tervezett megváltozása, amit egy járvány váltott ki, semmiképpen nem nevezhető pozitív fordulatnak. Olyan kihívások elé állított minket az elmúlt pár hónap, amikre nem voltunk, nem is lehetünk felkészülve. De most mégis azt mondom, hogy fel voltunk készülve. Mi, szombathelyiek, valamennyien igen. Természetesen nem a szó konkrét értelmében, hanem annál mélyebben. Egy szemmel láthatóan rétegre gondolok arra, ahol egy közösség eleje létezik. Kiderült, Szombathelynek, a város közösségének hatalmas eleje van. És ami nagyobb közösségünkön belül, valamilyen kisebb közösség is megmutatta a nagyszerűségét. Az egészségügyi dolgozók, a szociális munkások, a rendi védelmések, a köztisztasági dolgozók, a gyógyszertári és bolti eladók, a gyári munkások, a civilek, az önkéntes segítők és a mai nap kitüntetettei, a pedagógusok. Polgármesterként egyszerre egyidejűleg láttam ennek a rengeteg embernek a napi munkáját. És bár nagyon hosszú és nehéz napok követték egymást, én minden este megnyugodva aludtam el. Hiszen tudtam, nem vagyunk egyedül, ebben a városban senki sincs és nem is lesz egyedül. Mint ahogy nem voltak egyedül azok a diákok sem, akik egyik napról a másikra az iskolapadból otthon találták magukat, és akiknek ilyen körülmények között is ugyanúgy meg kellett szerezni azt a tudást, ami az életkoruknak megfelel. Most semmiből kellett teremteni világokat. És a világok egy új tanítási rendszer ott termett pár nap alatt. De nem a semmiből, hanem az elhivatott, hozzáértő, tárgyi és pedagógiai tudással felvértezett tanárvezetők tehetségéből, képességéből és akaratából. Köszönet érte mindenkinek, akinek részese volt. Köszönet jár a szülőknek is, akik kicsit maguk is tanárrá, óvodapedagógussá váltak, nem csak a szakmai, hanem a szó kijelentése is otthonaikban, és talán át is érezték ennek a szép mesterségnek minden örömét és bizony nehézségét is. Itt hadd következzen egy kis színes szemléltetés. Az iskolák bezárása után pár nappal telefonon beszéltem olyan Ivkovics-sal, a Magyar Kosárlabda Válogatott Szövetségi kapitányával, aki talán nem bánja, hogyha pár gondolatot idézek ebből a beszélgetésből. Következőket mondta, aki ismeri, tudja, hogy kicsit töri a magyar. 3 napja otthon van gyerek. Először örültem, otthon van gyerek. Aztán kellett tanulni. Aztán megismertem jobban gyerek.
Itt egy indulatos, nem mindenki beszélve illusió, következik egy jelző, hogy milyen gyerek. Magyar zárta, minden tisztelt a pedagógus, minden tisztelt a pedagógus. Biztos vagyok benne, hogy egy egész ország vált sokkal szolidarisabbá azokkal, akikre az év nagy részében rábízzák a gyerekeket. Nekem ez csak azért nem érhet újdonságot, mert nagymamám, anyukám és a feleségem is tanárok, természetes látvány volt otthon gyerekkoromban a kijavításra várós fizeteknek a sora, amiben néha pedagógiai jelleggel magam is feladatot kaptam, hogy aztán a javítás kijavításával újra feladatot adjak édesanyámnak rendszeresen. Pedagógusnak lenni olyan élethivatás, amihez még kiderült, még iskola sem kell. De kell tudás, kell hit, kell rengeteg türelem, és nagyon-nagyon kell a gyerekek szeretete. Mindez megvan valamennyi a mai napon kitüntetett emberben, akik bizonyították, hogy békeidőben és emberpróbál időben is helyt állnak, akikre méltán vagyunk büszkék ma és a mindennapokban is. A mai nap köszöneté és az elismerésé. Köszönet valamennyi szombathelyének, akik segítettek az elmúlt hónapok küzdelmeiben, és a következő percekben külön köszönet és elismeréssel azoknak a pedagógusoknak, akik az elmúlt hónapokon túl, az elmúlt években is kiváló és példaértékű munkát végeztek. Köszönöm, meghallgattak! Ősszel érik meg a szőlő, ha érik is bal.
meghallottuk, aki az Olavi Általános Iskola 3. osztályos tanulója, vasinítalokat adott elő. Hölgyeim és uraim, tisztelt nagyvédői, kitüntetések átadásával folytatjuk tovább. Felkérem dr. Nemény András polgármester urat, dr. László Győző alpolgármester urat és Puc Attila urat, a Kulturális Oktatási és Civil Bizottság elnökét, hogy fáradjanak ki és adják át az elismeréseket. Szombathely oktatásügyének segítéséért díjadományozható, annak az oktató nevelő munkát segítő, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozónak, aki hosszabb időn át hozzájárul a pedagógiai munka eredményességéhez. Elkitüntetést veheti át Gerő István, a Szombathelyi Játéksziget óvoda fűtőpartnere. Sütő Péterné, a Szombathelyi Barátság óvoda óvodatitkára. Az Aranyhíd Egységes Gyógypedagógiai Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény Bici Mackó óvodájának gyógypedagógiai asszisztense. Vince Józsefné, a Szombathelyi Napsugár óvoda gyógypedagógiai asszisztense. Bari Imréné, a Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gazdasági csoportvezetője. Átadóknak köszönöm szépen, kérem, hogy fáradjanak velük. Kedves vendégeim, verssel folytatjuk tovább. Talig itta, akire sokat gondolok című versét, a Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium 11. B-osztályos tanulója Ballók Petra tolmácsolásában hallhatjuk. Aki írni és olvasni megtanított, a hibáztam, kijavított. Arra ma is szívesen nyitott. Aki ha botlottam, kezet nyújtott, és aki a bajból is kihúzott, arra oly sokszor visszagondolok. Aki ha féltem, mindig nyugtatott, aki ha duzzogtam, féltön csitított. Arra ma melegen gondolok. Aki tudással vértezett, aki még szürkén is észrevett, arra jó szívvel gondolok. Akire emberként felnézhettem, és aki mindig példa volt nekem, arra ma büszkén gondolok. Aki helytállni megtanított, aki ha csüggettem, hittel bíztatott. Arra naponta sokszor gondolok. Aki az órán nem csak oktatott, és aki belőlem embert faragott, arra végtelen hálával gondolok. Nincs még egy munka, ahol ennyi a kudarc, hiába való erőfeszítés, de ilyen sok siker, ennyi ajándék, kellemetlen és kellemes meglepetés éri az embert.
Nincs még egy munka, ahol ilyen nagy hatása lehet egy-egy jó, vagy jókor kimondott szónak, esetleg egy-egy rosszul, vagy rosszkor kimondott szónak. Nincs munka, amely ennyi azonnali sikerrel kecsegtet, és nincs egyetlen munka sem, amelynek a valódi hasznát csak évek, esetleg csak évtizedek múlva lát. A kiemelkedő pedagógus munkáért díj átadásával folytatjuk tovább. Felkérem dr. Remény András polgármester urat, dr. László Győző alpolgármester urat és Puc Attila elnök urat, hogy adják át az elismeréseket. Kiemelkedő pedagógus munkáért díj adományozható annak a pedagógusnak és oktatónak, aki a gyermekek harmonikus személyiségformálásában több éven át tartó kiemelkedő munkát végzett. A díj két fokozatban adományozható. A kiemelkedő pedagógus munkáért díj második fokozatát kapja Németh Zoltánné, a Szombathelyi Mocorgó Óvoda óvodapedagógusa. Nagy Dél Zádecki Tímea, a Szombathelyi Aréna óvoda óvodapedagógusa. Törökné Horváth Gabriella, a Szombathelyi Bencó Gyula utcai óvoda. Dr. Vinicainé Kovács Rita, a Szombathelyi Donászi Magda óvoda óvodapedagógus. Gerencserné Nádas Tünder, a Szombathelyi Derkovics Gyula általános iskola tanár. Sinkáné Timár Andrea, a Gotthárd Jenő általános iskola tanítója, tanára. Tarmária Zsuzsanna, a Vas megyei szakképzési centrum Szavária szakgimnáziuma és kollégiuma középiskolai tanára. Halász Zoltánné, a Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi Szakgimnáziumai Szakközépiskolája jogalkozott szakoktatója. A kiemelkedő pedagógus munkáért díj első fokozatát veheti át
Zelkó Istvánné, a Szombathelyi Játékszíget óvoda óvodapedagógusa. Tétervári Zsuzsanna, a Szombathelyi Vörös Sándor óvoda óvodapedagógusa. Csiszár Zoltánné, a Szombathelyi Vadvirág óvoda óvodapedagógusa. Balogh Mária Kornélia, a Szombathelyi Bencsó Gyula utcai óvoda óvodapedagógusa. Ariné Mór Zsuzsanna, a Szombathelyi Gazdag Erzsi óvoda óvodapedagógusa. Kenesei Antalné, a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola tanítója. Dr. Tánci Tiborné, a Dési Huber István Általános Iskola tanítója, tanára, fejlesztő pedagógusa. Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma középiskolai tanára. Az átadóknak köszönöm szépen, kérem fáradjon a terhelyükre. Kedves vendégeim, népdalokkal folytatódik tovább a műsor. Elhagyott a legjobb.
szegény népdalcsoport hallottunk, Szabó Veronika, a Szombathelyi Gazdag Erzsi óvoda pedagógusa énekelt nekünk. A Szombathelyi Oktatásügyéért díj átadásával folytatjuk tovább. Felkérem dr. Nemény András polgármester urat, dr. László Győző alpolgármester urat és Pucz Attila elnök urat, hogy fáradjanak és adják át ezeket az elismeréseket is. Szombathelyi Oktatásügyéért díj adományozható annak a személynek, aki kiemelkedő munkájával segítette a város oktatásügyének fejlődését. A kitüntetést 4 pedagógus veheti át. E kitüntetést kapja 2020-ban Pöröskei Szobá Gertrúd, a Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola igazgató helyettese. Pöröskei Szobá Gertrúd 1982-ben szerzett tanítói diplomát, majd a Bercsényi Iskolában iskolautonos osztályú nevelőjeként dolgozott. 13 éven át osztályfőnöki feladatokat látott el. 2005-től alsós igazgató helyettesként szervezte a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását. Mindig fontos volt számára a hátrányos helyzetű tanulók felkarolása. Pályáját a folyamatos megújulás jellemezte. Kollégáival közösen kidolgozta az ismerkedés az angol nyelvvel az általános iskola 1-től 3. osztályában programot. A tollai program bázisiskolai koordinátoraként számos bemutató előadást szervezett. 1991-től szaktanácsadó, 2015 és 18 között a Szombathelyi Pedagógusok Szakmai Képviseletének elnöke, 2017-től a Nemzeti Pedagógus Kar Vasmegyei Területi Elnök helyettese, 2018-tól a Szombathelyi Tankerületi Központ Tankerületi Tanácsának tagja. Számos kitüntetést kapott. Szombathelyi Városa 2000-ben a kiemelkedő pedagógus munkáért díj 3., 2019-ben 1. fokozatát adományozta neki. Gratulálunk ehhez az újabb elismeréshez is. Ugyancsak a Szombathelyi Oktatásügyéért díjat veheti át. Takácsné dr. Pálhegyi Beáta, a Szombathelyi Tankerületi Központ jogi és humánpolitikai osztályának vezetője. Takácsné dr. Pálhegyi Beáta 1996-ban az MMIK-ban művelődés szervezőként kezdett dolgozni. 1997-től Szombathelyi Megyejogú Város Polgármester Hivatala ifjúsági referense volt. Szervezte a diákpolgármester választásokat, képzéseket tartott. Jelentős szerepet vállalt az ifjúságot érintő kérdések koordinálásában, ifjúsági programok meg lebonyolításában. 2013-tól a tankerület jogi referense, 2017-től a jogi és humánpolitikai osztály vezetője. Aktívan közreműködik a civil szférában. A kábítószerügyi egyeztető fórum tagja, majd titkáraként, a Szombathelyi Gyermekvédő Liga tagjaként is dolgozott. Több éven át részt vett nehézsorsú gyermekek táboroztatásában. A jogi és humánpolitikai osztály vezetőjeként kimagasló szakmai tudással, empátiával és emberséggel intézi az iskolák, pedagógusok, tanulók és szüleik problémáit. Tankerületi feladatai mellett sem szakadt el az ifjúságtól, több verseny zsűri tagjaként tevékenykedett. Több kitüntetésben is részesült. 2003-ban Vasmegye önkormányzata szolgálatáért ifjúsági tagozata elismerést, 2008-ban miniszteri dicséretet, 2011-ben mobilitás díjat vehetett át. Köszönjük és gratulálunk ehhez az elismeréshez. A Szombathelyi Oktatásügyéért díjat veheti át Fodor Imréné, a Szombathelyi Játéksziget óvoda vezetője.
Fodori néni 1981-ben kezdte óvodapedagógusi pályafutását. 1999-től dolgozik a Játéksziget óvodában, 2011-től óvodavezetőként. Pedagógusként és óvodavezetőként is azon munkálkodott, hogy a gyermekek élményekkel gazdagon térjenek haza az óvodából, és másnap boldogan, várakozással teli izgalommal menjenek vissza a közösségbe. A megterhelés nélküli eszközökkel és módszerekkel való fejlesztést erősítette óvodájában. Ehhez kapcsolódóan 2012-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem felkérésére szervezi a játékbázis intézményi bemutatókat. Szakmai előadásokat tart az egyetemen, Játék az óvodában címmel. Köznevelési szakértő, aktív tagja az óvodavezetők munkaközösségének, a közoktatási szakértők országos egyesületének. Munkája elismeréseként 2004-ben a kiemelkedő pedagógus munkáért díj második fokozatában részesült. Köszönjük és gratulálunk! Ugyancsak a Szombathelyi Oktatásügyiért díjban részesült. Tóthné Talavér Gyöngyi, a Szombathelyi Napsugár Óvoda gyógypedagógusa. Tóthné Talavér Gyöngyi az érettségi után képesítés nélküli óvónőként dolgozott. A munka során szerzett élmények hatására végezte el a tanítószakot. A Gencsapáti Nevelő Otthonban helyezkedett el, és folytatva tanulmányai pszichopedagógiai szakos gyógypedagógus diplomát szerzett. 1993-tól a Napsugár óvodában dolgozott gyógypedagógusként, majd 1995-től az Aranyhíd Egységes Gyógypedagógiai Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény Mici Mackó óvodájába került. 2004-ig gyógypedagógus, 2004 és 15 között az intézmény vezetője volt. 2015-től városi gyógypedagógusként az önkormányzati óvodákban nagy elhivatottsággal, kitartó munkával az autizmus spektrumzavaros gyermekek speciális fejlesztését végzi. Több évtizedes kiemelkedő pedagógiai munkája elismeréseként veheti át a kitüntetést, a nehéz szívből gratulálunk. Hölgyeim és Uraim, tisztelt vendégeim, engedjék meg, hogy még egyszer valamennyiünk nevében szívből gratuláljak azoknak, akik ma átvehették a Szombathelyi Megyei Jogváros Önkormányzata által alapított és adományozott díjak valamelyikét, és engedjék meg azt is, hogy szívből megköszönjem minden pedagógusnak az ebben a tanévben végzett munkáját. Jó pihenést! Békés heteket és hónapokat kívánok Önöknek, és remélem, hogy szeptemberben majd mindenki új út energiával láthat neki a munkának. És még egy fontos információ, mielőtt véget érne az ünnepség. Szeretnénk, hogyha készülne egy fotó valamennyi kitüntetetről, a városvezetőjével közös fotóról van szó, ezért kérem a kitüntetetteket, hogy az ünnepség után fáradjanak le az épület elé, a városház előtti lépcsőn készülhet el ez a fotó. Néhány évad évtized múlva jó lesz majd visszanézni, hogy kérem nekem. Kedves vendégeink, ezzel a 2020. évi pedagógus napi ünnepség véget ért. Kérem Önöket, hogy álljanak fel és énekeljék el közösen a szolgálatot.